Rüj és örvendez, Szűz Mária, Alleluja! Könyörögjünk, Istenünk, Te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Ott kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkedben. Isten hozott benneteket, kedves testvéreim, ide Gazdagrétre, a szent angyalok hajlékába, a mai szép szentmisénkre. Azért is illetem ezzel a jelzővel, egyébként minden szentmise szép és lélekemelő, de ma április 22-e van, vagyis egy olyan 22-i nap, amelyen a templomunkban elindult kultusz szerint Szent Sárbel atyát is köszöntjük, a mi keleti égi pártfogónkat, az arab Pió atyát. Mindazokat nagy szeretettel köszöntöm, akik az Apostol Televízió szolgálata által kapcsolódnak be most a szentmisénkbe. A mai szentmisét elhunyt László és Ilona szülők lelki üdvért ajánljuk föl. Imádkozzunk az ő örök boldogságukért és hátrahagyott családtagjaikért. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok éretten Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalj most! Uram, irgalj most! Uram, irgalj most! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalj most! Uram, irgalj most! Uram, irgalj most! Könyörögjünk, Urunk Istenünk! Te évről évre megemlékezünk húsvét szent titkáról, amellyel helyreállítottad az ember eredeti méltóságát, és megadtad a feltámadás reményét. Kérve kérünk, add, hogy amit hittel ünneplünk, azt örök szeretetedből elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent leszke az apostolok cselekedeteiből. A főpap és akik vele tartottak, vagyis a szadduceusok pártja, féltékenységből elfogadták az apostolokat, és nyilvános börtönbe vetették őket. De az Úr angyala éjszaka kinyitotta a börtön ajtaját,
kivezette az apostolokat, és így szólt hozzájuk. Menjetek, álljatok ki nyíltan, és hirdessétek a népnek a templomban az örök életről szóló tanítást. Az angyal szava szerint víradatkor be is mentek a templomba, és tanítani kezdtek. Amikor a főpap és kísérete megérkezett, összehívták a főtanácsot, vagyis a zsidó nép összes véneit, és üzentek a börtönbe, hogy vezessék elő az apostolokat. Amikor a szolgák odaértek, nem találták őket a börtönben. Visszatértek tehát, és jelentették. A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is ott álltak az ajtók előtt, de amikor benyitottunk, odabent senkit sem találtunk. A templomőrség parancsnoka és a főpapok a hír hallatára nem tudták elképzelni, mi történhetett. Egyszer csak beállított valaki, és hírül hozta. Azok a férfiak, akiket a börtönbe vetettek, a templomban vannak, és tanítják a népet. Ekkor a parancsnok szolgáival együtt elment, és elővezette őket. Erőszakot nem alkalmaztak, mert féltek, hogy a nép kövekkel támad ellenük. Ez az Isten igéje. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy örökké éljen minden ő benne hívő. Alleluja, 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 alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Abban az időben így tanított Jézus. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet ez. A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd jusson nyilvánosságra, hogy tetteit Istenben vitte végbe. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, mindazok, akik velem együtt ünnepeltek, ünneplitek a Szent Eukarisztiát, hallgatjátok Isten igéjét, és lelketekbe, otthonotokba fogadjátok az Úr Jézust, az ő látogatását azokon a lelki síkokon, amelyekre hitünk szerint és az Anya Szent Egyházunk rendelkezései, lehetőségei szerint most alkalmunk nyílik. Együtt vagyunk virtuális közösségben az Apostol TV szolgálata által. Nagy ajándék a számunkra,
hogy testvéri közösségünket így építhetjük. És hasonlítunk most a szent apostolokra, akik előttünk állnak a mai első olvasmány tanúsága szerint. Úgy állnak előttünk, mint akik kiszabadultak börtönükből. Az Úr angyala kinyitotta a börtön ajtaját, és biztatta őket arra, hogy hirdessék Krisztust, hirdessék az igazságot, Krisztus feltámadását. Ahhoz azonban, hogy ez a fizikai szabadság megvalósuljon, ahhoz a lelki felszabadulásra volt szükségük. Ahhoz, hogy a börtön sötétségéből kimenjenek a nappali világosságra, ahhoz a lelkük sötétségéből kellett a hit világosságára eljutniuk. Milyen szemléltető, milyen mélyen hitbeli igazságokat feltáró az Úr Jézus tanítása, amit Nikodémusnak mond, illetve minden tanítványának, mindazok, akik benne hisznek, vagyis a világosságban hisznek, azoknak úgy kell élniük, hogy kimehessenek bátran a világosságra, vagyis olyan értékrenddel, olyan tettekkel szolgálják az Urat és az embereket, hogy ezek vállalhatóak legyenek. Bátran kimehessenek a világosságra, a világosság cselekedeteivel. Tudjuk jól, és már oly sokszor gondolkodtunk azon, hogy melyek a sötétség állapotai cselekedeti, és melyek a világosságé. Az apostoloknak a reményvesztettségük, bizalmatlanságuk, de mondjuk ki, hogy a hitetlenségük sötétségéből kellett a hit világosságára eljutniuk, és ennek lehetett a következménye az, hogy a börtönükből kiszabadultak. Mert mindaz a szorongás, a gyengeség, a bizalmatlanság, amely az embert a hitbeli kétségek során jellemzi, mindaz a bűn, amely rossz döntéseink vagy hűtlenségünk miatt elválaszt bennünket Istentől, ez rabbá tesz minket, börtönbe zár minket, elsősorban önmagunk börtönébe, illetve a fogvatartónk a sátán börtönébe, aki örvend annak, hogyha mi elveszítjük a szabadságunkat. Ezt is kinyilvánítja az Úr Jézus egyébként a benne hívő zsidóknak, János evangéliumában olvassuk, hogy mindaz szolgasságban van, aki rabja a bűnnek. Tehát ez alól kell először kiszabadulnunk, és aztán jön a többi szabadság, amelynek ugyancsak örvendünk. A szent apostolok kiszabadultak börtönükből, feladatot kaptak, hogy hirdessék az igazságot. És ezt meg is tették, ezután már bátran, amikor a hit megerősítette őket, a feltámadott bíztatta őket, és nem csak bizonyságot szereztek Jézus feltámadásáról, hanem vették a bátorságot arra, hogy mindenről tanúságot tegyenek, hogy odaálljanak az emberek elé, és tanúskodjanak az Úr Jézusról. Biztosra veszem, hogy mindnyájan, kedves testvéreim, kezditek érzékelni a párhuzamot, vagy azt a következtetést, amelyre most közös elmélkedésünkben eljutunk, vagyis azt a helyzetet, hogy fizikai értelemben be vagyunk zárva. Már húsvétkor is gondolkodtunk a karantén fogalmáról, de elég csak az a szelíd megfogalmazás és biztatás, hogy maradj otthon, és önkéntesen vállaljuk a bezártságot. De ugyanakkor
már a természetünk is, a vágyaink is, meg a szeretet kapcsolataink is megkívánnák azt, hogy kiszabaduljunk ebből, és még mindig inkább vállaljuk a bezártságot, mint azt a szabadságot, amely veszélyekkel jár. De biztatásként ma ezt az üzenetet kapjuk az Úr Jézustól, hogy először szabadítsátok ki önmagatokat a belső bezártságból, bűneitekből, szenvedélyeitekből, hiszen ez most a megújulásnak az ideje, időszaka, és aztán meg lesz az a másik szabadulás is, akkor, amikor az Úr akarja, amikor erre már külső biztonságot ad, és amikor a felelősségvállalásunk egymás iránt ezt már lehetővé teszi. Reményt ad tehát az Úr Jézus. És gondoljunk ma nagy szerető szívvel Szent Sárbel atyára is, hiszen 22-e van. Gondoljunk őre, aki olyan életformát élt, amelynek az egésze a remetei magányban és az imádságos magányban és a szerzetesi közösségben is egy zárt életforma volt. És a bezártságában tudott egyre inkább az Úr Jézusé lenni, mert vele volt Jézus, vele volt az oltári szentségben, vele volt a sok-sok imában, és ezt a szabadságot élte meg. Ő, aki a maronita szerzetesi közösségben és a magára vállalt remetességben odaadta magát egészen az Úr Jézusnak. Kérjük tehát elsősorban a lelkünk szabadságát, és kérjük bátran az Úr Jézustól azt, hogy tegyen szabaddá minket majd minél előbb a járványveszély korlátai alól, mentsen föl minket olyan kegyelemmel, olyan megoldásokkal, amelyekkel majd folytatni tudjuk, és újjászületve újra építhetjük az életünk mindennapi folyamatát. Legyen ez a bátorító üzenetünk a mai húsvéti szép napon. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy üzd el szívünkből a félelmet és gyávaságot, mint ahogy Krisztus feltámadásával elűzte a bűn és az értelem homályát. Add, Urunk, hogy egyházad tanításában mindig világosan ragyogjon az örök élet ígérete. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy minden nép eljusson a világ világosságához. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Krisztus feltámadásáról szóló tanúságtételünket bátran tegyük az emberek között. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy soha meg ne környékezzen bennünket a világ sötétsége. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a világ világossága elvetessen majd országot fényébe. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy László és Ilona elhunyt szeretteinket, szülőket, viszont láthassuk a te mennyei országod dicsőségében. Jóságos mennyei atyánk, egyszülött fiadban helyreállítottad az emberi természetünk kegyelmi méltóságát. Hadd kérünk, hogy amit hittel ünneplünk Krisztus feltámadásában, az örök életre való feltámadás reményében megerősítsen minket Krisztus, a mi Urunk által. A 86-os Hozsanna ének első és második versszakát énekeljük. Dicsőség, szent áldás, tisztesség,
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből a áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Hadd kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk, Krisztus, a húsvéti bárány. A világosság fiai lettünk, és örök életre születtünk általa. A mennyország ajtaja kitárul nekünk, mert fiat halála óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás, és feltámadása által mindnyájan új életre támadunk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong. A mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy! Szent vagy, szent vagy mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe,
és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt László és Ilona testvéreinkről, elhunyt szülőkről, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, érdalmazd nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, érdalmazd nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, az Úr Jézus meglátogat bennünket, titeket is, akik most otthonaitokban kapcsolódtok be a Szentmisébe. Most ő rá tekintünk, és énekszavunkkal is, a Hozsanna 152-es énekével. A vágyunkat fejezzük ki iránta. Ó Jézus, emlékezni rád, a szívnek szent örömet áld. A Szentmise végén pedig majd a Szűzanyát köszöntjük a 292-es énekkel. Testvéreim, most megnyílik a lehetőség a lelki áldozásra. Nyissátok meg ti is a szíveteket, akik bűnbánatban megújulva, az Úr Jézus iránt vágyakozva, most be akarjátok őt fogadni lelketekbe, otthonotokba. Imádkozzátok velem,
a lelki áldozás imádságát. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Most pedig a szentségi Jézus előtt leborulva, Erdő Péter bíboros úr imádságával kérjük az Úr kegyelmét a járvány veszély idején. Mindenható Urunk, atyáink Istene, hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért, és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének. Segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak. Adj a betegeknek gyógyulást az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak, erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk. Szent Háromság egy Isten, irgalmaz nekünk. A boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörögj értünk. Amen.
Kedves testvéreim, több hónappal ezelőtt elindítottuk itt templomunkban Gazdagréten, a Szent Angyalok hajlékában Szent Sárbel atya kultuszát a tekintetben, hogy minden 22-i napon görögkatolikus szent liturgiát tartottunk ez idáig. Már az előző hónapban ezt nem lehetett megtartani, és ma sem lesz ez megtartva. De természetesen, mivel itt őrizzük Szent Sárbel Makluf atyának és még másik három libanoni szentnek erekjéit a templomunkban, ezt a kultuszt folytatjuk a megfelelő lehetőségek között. Kitettem az oltára Szent Sárbel vándor erekjéjét, és most legalább annyiban köszöntjük őt, hogy bizalommal fordulunk hozzá közben járásért, kérésünkkel a kegyelem megszerzéséért. Uram, aki végtelen szent és dicsőséges vagy szentjeidben, te arra ösztönözted Szent Sárbel szerzetest és remetét, hogy Jézus Krisztus útját járva éljen és halljon, és megadtad neki az erőt, hogy elszakadjon a világtól, győztes legyen a remetességben és a szerzetesi erényekben. Kérünk téged, ruház fel bennünket a szükséges kegyelemmel, hogy az ő példáját követve szeressünk és szolgáljunk téged, Krisztus, ami Urunk által. Amen. A Szent Mise áldása előtt a köszönetnyilvánításnak van a helye. Hálásan megköszönöm. Most kiemelten Péceli média apostol testvérünk nagylelkű adományát, amit küldött a média szolgálatunkra. Hálásan köszönöm minden kedves testvéremnek a nagylelkű adományokat, amelyekkel folyamatosan segítik az apostol televízió média szolgálatát a lelkek felemelésében, az örömhír továbbításában, a közösség teremtésében. Mint látjuk, az anyagi javak lelki javakká válnak, mennyei kincsekké érlelődnek, és mindazok, akik megfontolják az Úr Jézus biztató szavait, hogy ne itt a földön gyűjtsünk kincset, hanem a mennyben, így anyagi lehetőségeikkel és támogatásukkal is a lelki javakat tudják szolgálni. Isten fizessen meg minden nagylelkű adományt az apostol média szolgálatban, az apostol televízió működtetésének fenntartásában. Imádsággal viszonozzuk mindezt, naponta reggel 8 órakor, hétköznaponként, élő adásban közvetíti az Apostol TV a Szentmisét, vasárnaponként 10 órakor délelőtt, és délután 5 órakor minden nap megismételjük a napi Szentmisét, innen Gazdagrétről, épp így teszünk éjfélkor is, amikor lehetőség nyílik a Szentmisébe való bekapcsolódásba. Déli 1 óra és 2 óra között pedig élő szentségimádásra nyílik lehetőség az Apostol TV szolgálatán keresztül. Most mindnyájatok életére a Jóisten áldását kérem. Fogadjátok nagy szeretettel ezt a megerősítő áldást. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedre. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátánhoz kísértésével még oltalmunk. Esedezve kérni, parancsolj neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten helyébe taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szívvel, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörülj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörülj érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörülj érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörülj érettünk. Halál a szívét elérve, angyalj tekint az égre, szárnyait kitárja,